Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit, a megszokott időpontban hétfő este a híradó után jelentkezik Aréna Sport magazin műsorunk. Ezúttal is próbáltuk úgy összeállítani a kínálatot, hogy mindenki megtalálja a kedvének valót. Nézzük is, hogy miről lesz szó ma este. Elsőként sakkon jártunk, egész pontosan egy hali kupán, ahol több neves nemzetközi versenyző is részt vett ezen a tornán. Ezt követően egy stúdió beszélgetés következik, ahol a sportszervezői képzésről lesz szó, érdemes figyelni és hallani. Ezt követően pedig a Haladás röplabda csapatának mérkőzésére látogattunk el, akik megkezdték a rájátszásbeli szereplésüket, végezetül pedig a terepfutásról lesz szó, érdemes tehát velünk tartani. Elsőként tekintsenek meg egy összeállítást, amit már említettünk felvezetőnkben, a Haladás kupán jártunk, ahol nemzetközi sakkmesterek csaptak össze egy héten keresztül. Kiemelt sakkversenynek adott otthont a Haladás sportkomplexum külön terme. Egy héten keresztül 10 nemzetközileg is jegyzett versenyző ült asztalhoz a hali kupán. 9 fordulós körmérkőzésben küzdenek meg az ellenfelek. Ez azt jelenti, hogy 3 nemzetközi mesternek kötelező játszani a versenyen, illetve 4 külföldi játékosnak is el kell indulni a 2 különböző országból, és itt nemzetközi mesteri normát lehet szerezni ahhoz, hogy nemzetközi mester legyen valaki. Ez 7 pontot kell teljesíteni a 9 partiból. Kiktől vársz kiugró eredményt ezen a 6 napon? Hát ezen a 6 napon mindenképp a helyi játékosokban bízom a legjobban, hogy ők minél több pontot szereznek, és hát az élő pontjukat tudják gyarapítani, hisz a játékosok között van 2 olyan játékosunk is, aki az olimpiai keretben benne van, és idén ugye Budapesten rendezik az olimpiát, és hát reményeink szerint mind a 2 játékosunk be tud kerülni az olimpiai csapatba. A kiváló szervezésnek köszönhetően valamennyi feltételnek megfelelt a kupasorozat. Bizakodó volt a Haladás tehetséges korosztályos játékosa, Borhi Marcell is. Megpróbáltam az ellenfeleket, ugye mind a 9 ellenfelet egy kicsikét, ahogy szakkifejezéssel szoktuk mondani, kicsontozni, ugye megnéztem, milyen megnyitásokat játszanak, merre fele kell majd terelnem őket a játszma folyamán, hogy a számomra megfelelő eredmény jelen, és azt mondom, hogy én a 9-ből egy ilyen 6,5 ponttal, hogy teljesen meg lennék elégedve. Ezzel kicsikét tudnám gyarapítani az élőpont számomat is, és ez egy veretes eredmény ebben a mezőnyben, mert úgy gondolom, hogy elég nagy névó gyűlt itt össze. A Hali Kupa a Szombathelyi Egyesület rutinus sakkozója Lakos Nikoletta számára is kiemelt fontossággal bírt. Kemény meccsek lesznek, én vagyok az utolsó élőpontszámos, tehát igazából mondhatjuk, hogy én itt csak nyerhetek és tanulhatok. Nagyon-nagyon nagy dolog, hogy Szombathely meg tudta ezt rendezni. Ez nekünk kényelmes, hogy nem kell máshova elutaznunk versenyezni. Nagyon remélem, hogy a szombathelyek jól fognak játszani, és különösen, hogy személy szerint is élőpontomat fogom gyarapítani. A torna sikerét mutatja, hogy valamennyi külföldi versenyző elégedett volt, a mezőny pedig bízik a jövőbeni folytatásban. A 6 napos erőfelmérő végén a legeredményesebb sakkozó Borhi Marcell lett, aki 6 ponttal nyerte meg a Hali kupát. Lakos Nikolettával karöltve továbbra is keményen készülnek a sakkolimpiára. A sakkot követően a sportszervezői képzés Csinyáról-Bínyáról fogunk beszélgetni Horváth Zoltán úrral. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Az Agora Kulturális és Média Központ Kft. Ügyvezető igazgatójáról van szó. Szeretettel köszöntelek még egyszer. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Ugye hamarosan bővül a repertoár egy sportszervezői képzéssel kapcsolatosan. Mit lehet erről tudni, erről a képzésről? Sportszervező munkatárs a pontos megnevezése a képzésnek. Igazából szervezetileg annyit kell tudni, hogy 2 évvel ezelőtt a Szombathelyi Képzőközpont beolvadt az Agorába. Ez egy önálló felnőtt képzéssel foglalkozó városi cég volt. Innentől kezdve az Agora is szervezője felnőtt képzéseknek. És arra gondoltunk a munkatársainkkal, hogy a jelenleg nagyon-nagyon fontos a rekreáció, a szabadidősport, a közösségi sport, és hát természetesen a profi sport is. Ez meghatározza az életünket, ugye nem csak a mentális egészség, hanem a testi egészség is egyre inkább fontossá válik. Ezt viszont olyan sportszakmai szervező háttértudással tudja valaki koordinálni, szervezni, amire ez a képzés egy nagyon jó lehetőséget biztosít, és számos olyan területen el is várják a regisztrált, akkreditált képesítést, ami ehhez kapcsolódhat. Tudatos volt az e fajta nyitás, hogy a sport oldalt is próbáljátok kicsit bevonni, illetőleg megcélozni egy új horizontot?
Így van, ez egy tudatos döntés volt, másrészt meg nem is annyira általán távol az Agora működésétől ez a fajta munka, hiszen bármi kulturális rendezvények szervezésével foglalkozunk, azért a sportszervezés és a kulturális rendezvényszervezés között nagyon nagy átfedések vannak, nyilván van egy csomó eltérés is, de jelenleg is szervezünk egy csomó olyan programot, ami közösségi, családi programok lebonyolítása, ahol mégiscsak a fizikai aktivitás is jelen van, meg hát az Agora központjához, a művelődési sportházhoz azért a táncsport az nagyon szorosan hozzá tartozik, úgyhogy profiltól talán nem annyira idegen, és van egy csomó átfedés is a kettő tevékenység között. Sőt, nagyon-nagyon régen még csak egyetlen egy olyan fedett csarnok volt, ahol különböző mérkőzéseket, így akár röplabda tornákat, nemzetközi tornáknak is adott otthont még annak idején a sportház. Így van, hát ez a ház a nagy tömegrendezvényekre lett létrehozva, amik lehetnek közösségi események, lehetnek kulturális események, lehettek annak idején sportesemények is. Aztán ahogy a városban arénák, tornacsarnokok épültek, ez egy kicsit kezdett más hangsúllyal megjelenni az épületben, egyre inkább a kultúra vette át a terepet, de azért mégiscsak megmaradt a sporttal kapcsolatos tevékenység is valamennyire. Mit gondolsz, miért van erre igény, pláne most a mai fiatalok számára? Én azt gondolom, hogy a sport iránt nagyon sokan elkötelezettek, nagyon sokan érdeklődnek. Ez a fajta képzés egyébként lehetőséget biztosít arra is, aki sport iránt elkötelezett, sport iránt érdeklődik, de önmaga nem aktív sportoló, hogy mégiscsak sport közelben maradhat, hiszen itt ilyen típusú elvárás nincsen. Ez a képzés egy szervezői háttérmunkára tanítja meg a képzésen résztvevőket, tehát azt, hogy hogyan kell mondjuk sportegyesületeket szervezni, hogyan kell sportávalokat létrehozni, hogyan versenyeket hogyan kell szervezni. Ennek mind a jogszabályi háttere, mind a pénzügyi adminisztrációs háttere, másrészt pedig a szervezői hátterét is bemutatja maga a képzés, de hozzásegít ahhoz is, hogy mondjuk a sportkommunikáció az éppen hogyan zajlik, hogy kell közzétenni ezeket az eseményeket, hogy kell a versenyzőkkel kommunikálni, hogy kell a közönséggel kommunikálni, hogy kell akkreditációt például lefolytatni. Itt azért sokszor a szervezői munka az kevésbé látványos, ezt nem feltétlenül találkozik az, aki a sporteseményeket követi, hiszen a sportolókon van a fókusz, vagy adott esetben a közönségen van a fókusz, de az, hogy a háttérben mekkora munka zajlik, milyen hosszú, akár éves előkészítéssel is zajlik egy-egy nagyobb rendezvény, de a kisebbek is hetek, hónapok nagyon jól átgondolt szervezői munkáját igényli. Ez mind olyan típusú tevékenység, amire szerintem van igény, piaci igény is van rá, tehát hogy akik ezen a képzésen részt vesznek, és akik ilyen területen próbálnak elhelyezkedni, én azt gondolom, hogy piacilag is meg tudják állni a helyüket később. Aki esetleg kedvet kapott volna rá, milyen feltételeknek kell megfelelnie, hogy mondjuk jelentkezni tudjon, vagy éppen részvételről mit kell tudni, milyen időtartam, milyen órákon vehetnek részt a hallgatók majd? Igen, a képzés az elvileg hamarosan indul, és tájékozódni az Agora honlapján lehet erről. 5 hónapig tervezzük a képzést, ami részben jelenléti, részben online órákat is jelent. Tehát egy viszonylag gyorsan megszerezhető képzésről van szó, és akkreditált tanúsítványt adunk, tehát hogy államileg elismert tanúsítványról van szó. Mihez kezdett, aki esetleg ezt megszerezte, ezt a papírt, milyen területen tud majd vele elhelyezkedni? Sportegyesületeknél lehet háttérszervezőként jelen lenni, sportrendezvények megszervezése, sporttáborok lebonyolítása, vagy akár csak olyan rekreációs aktivitást jelentő eseményeknek a megszervezésében is részt tudnak venni, ami valamiféle azért szervezői háttértudást igényel. És gondolom azért elég népszerű is, most arra gondolok, pláne, hogy Szombathely egy sportos város, meg annyi sportegyesület, és nem csak kiemelt sportokról beszélünk, hanem nagyon-nagyon hobbi sportokról is beszélhetünk, ahol szintén elkelhet az ilyenfajta segítség. Így van, hobbi sportok, közösségi sporteseményekről is lehet szó, természetesen lehet a profi sporttevékenységekről is beszélni ennek keretében. Azt azért el kell mondani, hogy a Magyarországon a civil szervezeteknek egy nagyon döntő többsége
sportszervezetként működik, sportszervezetnek minősül, és ez Szombathelyen is nagyon erőteljesen meglátszik, azért rengeteg olyan bázis van, bármerre nézünk a városban, akár peremkerületeket, akár a belvárost, csarnokokat nézzünk, nagyon sok és aktív közösség van a városban is. Tehát a városban is nagyon jó szolgál ez a tanúsítvány, és talán a városon kívül is. Milyen generációt, milyen korosztályt próbáltatok megcélozni, hiszen azért a sport akárhogyan veszük kortalan, lehet akár néhány éves kortól, de akár nyugdíjas korig űzni, attól függ mondjuk milyen sportról van szó. Gondolom ez a háttérben végzendő munka ugyanúgy kortalannak nevezhető. Ez így van. A érettségihez kötött a jelentkezés, tehát innentől kezdve azért a 18 év fölöttieket fogjuk várni elsősorban, de nagyon sok olyan tanulmány van egyébként arról, hogy képzésekben, felnőtt képzésekben idősebb korosztály is nagyon jó, hogyha részt vesz, hiszen ilyen képzések azért mégiscsak kapcsolatokat jelentenek, erősítenek, mégiscsak aktivitás, szellemi aktivitást is jelentenek, tehát hogy a felső korhatár sem ennyire nem húznám meg, nyilván itt elsősorban a fiatal a felnőttek jöhetnek számításba, akik mondjuk portfóliót szeretnének váltani, másik munkahely iránt szeretnének érdeklődni, vagy annyira fiatalok, hogy az első ilyen típusú végzettségüket szeretnék megszerezni, őket mind-mind várjuk erre a képzésre. Gondolkodtok esetleg további képzésekben is mondjuk bővíteni ugyanúgy ezt a repertoárt, hiszen most mondhatjuk azt, hogy nagyon széles a skála már így is. Így van, szeretnénk elindulni most ezzel a képzéssel, és meglátjuk azt, hogy milyen típusú felnőtt képzéseket tudunk elindítani, akár úgy is, hogy a sporthoz köthető. Horváth Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, és ezt megosztotta velünk. Én kívánom, hogy minél többet és minél jobban öregbítse majd ezt a az Aurora Hír nevét. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi pedig haladunk tovább, egész pontosan röplabdával, női röplabdával, hiszen a másodosztályban szereplő Haladás együttese megkezdte felsőházi rájátszásbeli szereplését. Második helyen fejezte be a Haladás VSN női másodosztályú röplabda csapat a nyugati csoport alapszakaszának küzdelmeit. A régiók két-két legjobb együttese közös felsőházba került, a dobogós helyek sorsa körmérkőzéseken dől el. Több olyan csapattal is találkozik majd a szombathelyi alakulat, amellyel korábban még sosem játszott tétmérkőzést. Így volt ez a szombati Szolnok elleni összecsapáson is, ahol a vasi lányok meglepetésre készültek. Azért a többiekre nem nagyon tudunk készülni, ez majd az első fordulókban derülnek ki, hogy milyen erősségű csapatokkal fogunk találkozni. A Szolnokból egy picit tudtunk, mert velük már játszottunk edzőmérkőzést is, láttunk róluk videót is, úgyhogy ez egy kicsit megkönnyítette a dolgunkat, ellenben a pályán valószínűleg ez nem fog olyan nagyon nagy előnyt jelenteni, hiszen ez a Szolnok egy jó képességű, egy nagyon erős csapat. De hát azért bízunk benne, hogy mi ki tudjuk magunkból hozni a legjobbat ezen a mérkőzésen is. Ugye a magassági különbség talán nagyobb rutin is, amit tudtok kompenzálni a fiatalos lendületetekkel, merre felé billenhet a mérleg nyelve? Hát ezt azért elvárom a csapattól, hogy nagyon lelkes és nagyon, nagyon nagy szívű játékot játszanak a pályán, és hogy ebből mi jön ki, ezt nem tudjuk előre megmondani, nyilván nem úgy megyünk bele a mérkőzésbe, hogy vesztesek akarunk lenni, úgy készülünk, hogy azért a hazai pályán mindenképpen sikert kell, hogy arassunk. Ennek ellenére ez nem egy egyszerű mérkőzés, főleg úgy, hogy nehézagos a keretünk, betegségek miatt is, ezért szűkülnek a lehetőségek, de hiszek abban, hogy aki a pályán lesz, mindent meg fog tenni azért, hogy sikeresek legyünk ma. Nem szoktál belevenni latolgatásokba, de ha mégis megkérlek rá, hova várod ezt a csapatot ebbe a nagyon-nagyon erős kiegyenlített felsőházi rájátszásban? Hogyha egészségesek vagyunk, és posztokon nincsenek akkora hiányaink, mint amik vannak most, ha mindenki egészséges, akkor ha nagyon csodát várunk, akkor ott lehet az elején, már az első háromba. Hogyha nem, akkor ott a közepe vége. Én azért abban bízom, hogy nem a vercserekben fog végezni ez a csapat. Képességeinket, tudásunkat tekintve egyébként nagyjából oda a középmezőny eleje és a tetejére lehet vinni ezt a csapatot, de nagyon fiatalok vagyunk, és hát nagyon szűk a keretünk ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk hozni. Mindent el fogunk követni ahhoz, hogy ez sikerüljön. A
A tartalékos összeállítás ellenére remekül kezdett a haladás, alaposan megizzadt a Szolnok, a játékrész derekáig fejfej mellett haladtak a csapatok. A hazaiak végül a háló közelében nyújtott jobb játékuknak köszönhetően megnyerték az első szettet. A folytatásban rendezte sorait a Szolnok, pontosabb ütéseivel egyenlített, ezután a szebbik arcát mutatta a haladás, a Vas Viktória és Varga Nóra remeklésével újra nyíltá tették a találkozót. A kritikus pillanatokban azonban a szerencsével is hadilábon álltak a szombathelyiek, akik elveszítették a lélektanilag is fontos harmadik játszmát. Az utolsó szetre még egy nagy rohamot indított a haladás, azonban a fáradtság miatt már csak megszorongatni tudták a jó erőkből álló keleti csoport első Szolnokot, és tisztes 3-1-es vereséget szenvedtek. Műsorunk utolsó részéhez érkeztünk, és ismételten egy stúdió beszélgetés következik. Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Juhász Júliát, az Alpakarja Sportkör elnökét. Szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm. Az elmúlt hetekben gőzerővel zajlanak a terepfutó versenyek. Gőzerővel benne is vagytok a munkában, nem csak résztvevőként, szervezőként is. Idén is 3 állomásos sorozatot bonyolítatok le, ebből már 2 lement, de egy kicsit tekintsük vissza az elmúlt hetekre, hiszen 2 nagyon-nagyon jelentős eseményt már sikerült megrendeznetek. Igen, 2 futamon vagyunk túl, hát eredetileg ugye téli terepfutó verseny, amikor elkezdtük, akkor valóban téli volt, tehát volt ilyen térdigérő hóba rendezett terepfutó verseny, meg jeges terepen, meg ilyesmi, most ezek már lassan inkább ilyen tavaszi versenyek lesznek. Az első futam az Dozmaton zajlott, most másodszor voltunk azon a terepen, és nagyon szeretjük, meg a futók is nagyon szeretik, és 3 hete volt talán a második forduló, az pedig a parkedőnek az oladi részén. És ott elég szép résztvevői létszám volt, ezen szerencsésen ott voltunk mi is a második állomáson. Az volt benne a legszebb és a legkülönlegesebb, hogy a természet közelsége is megfogja az embert, hódolhat a test mozgás örömének is, kiváló csapatépítő, illetve kapcsolatteremtő képesség is lehetőséget nyújt ez a rendezvénysorozat, és gondolom azért ti is próbáltok újítani, különböző újításokat belevinni ezekben a rendezvényekben. Tavaly kezdtük el azt, hogy egészen kicsiknek is rendezünk versenyt, tehát egy családok jönnek, és apuka fut mondjuk 20 kilométert, anyuka is ott van, és akkor most a gyerekek is be tudnak kapcsolódni, és úgy néz ki, hogy ez működik, tehát szívesen futnak, minden befutó kap valami jelképes ajándékot, vagy nagyobbaknak, 2,5 kilométeren indulóknak ugyanolyan befutó érmet adunk, mint azoknak, akik nagy távokon futnak. Tehát ez egy újítás, illetve a következő futamra van egy hegyi gecske díjunk, viccesen hangzik, tehát egy kis szobor, egy egyedi szobor igazából, amit annak szánunk, aki a hegyi szakaszt, a legszintesebb szakaszt a leggyorsabban teljesíti. Tehát ez is egy újdonság, reméljük, hogy tetszik majd a futóknak. Én már láttam olyan kommentot, hogy azt sajnos nem ő fogom megnyerni. Hát próbálkozunk. Tehát folyamatosan úgymond pásztázzák a résztvevők a lehetőségeket, és ebben azért jó, mert egyrészt partnerek is vagytok, biztosítjátok egyrészt a mozgás örömét, a szabadban a lehetőséget, illetőleg hozzáteszem zárójelbe az is, aki esetleg kihagyta volna, akit kecsilának elárulom, hogy néhány falattal, üdítővel, frissítővel ugyanúgy szolgáltok, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy teljesen komfortos érzés biztosítotok a futóknak, akiknek igazából csak egy dolog van, hogy lefussák a távot. Igen, egészen a kezdetekig visszamenve, tehát egyszer mondta egy futó, hogy ő majd akkor jön a következőre, hogyha lesz forralt bor, és akkor mondhatom, hogy jó, hát hogyha most ez kell ahhoz, hogy jön, akkor lesz, és lett is forralt bor, hát azóta forralt bor már nincsen, de ez a büfé süteményekkel, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, ez valóban ott van, tehát mi elég hamar rájöttünk arra, hogy nem mi leszünk az a futóverseny itt a határ szélén, ahol majd több ezren fognak futni. Tehát mi így nem hosszában, hanem inkább széltében szeretnénk terjeszkedni. Tehát évről évre megrendezzük a versenyt, pontosan kiszámítható, hogy melyiket mikor. És törekszünk arra, hogy ne legyen unalmas, hanem,
hanem mindig ugyanazt, vagy egy kicsit jobb minőséget hozni, mint az előző évben. Volt szerencsénk a helyszínen beszélgetni, és volt egy nagyon szép kulcsmondatod, ami így megmaradt bennem, hogy nem létszámilag szeretnétek gyarapodni, hanem minőségben. És ezt ugye próbáljátok úgy is bővíteni, hogy most már nem csak kicsiket és nagyokat próbáltok megszólítani, hanem egész egyszerűen olyan sportbarátokat, vagy sporttól mondjuk távolabb eső emberkéket, akik még nem találkoztak ennek a sportának az örömeivel. Nem is tudom, 2-3 éve lehetett először az, hogy olyanok is jöttek, akik nem feltétlenül tudtak mondjuk 10 kilométert végigfutni, de hol futottak, hol kocogtak, hol sétáltak, de teljesítették a versenyt, és látszott, hogy nem kell, hogy féljünk mi attól, hogy akkor nem lesz elég vonzó, vagy hogy mindenki csak a verseny miatt jön ide, de az élmény miatt jönnek, és a találkozó miatt jönnek. Tehát az, ami mondjuk nyugaton, vagy akár még más kontinenseken is bevált szokás, hogy van egy ilyen alkalom, és akkor jönnek az egészen idősek, vagy akik túlsúlyosak, vagy nem tudom, gyengébbek, és nem futnak, akkor sétálnak, és ugyanúgy biztatják őket, és ugyanúgy ügyesnek, erősnek érezhetik magukat, hogyha teljesítik a távot. Tehát, hogy ez így kezd meghonosodni, és ezt örömmel vesszük. Dozmat és Parkend után van még egy záróforduló, ami most hétvégén fog majd lebonyolításra kerülni, és egy nagyon-nagyon impozáns helyszínt találtatok, illetve hogy ez már visszatérés rendszeresen, ugyanezen a helyszínen vagytok. Talán erre rá lehetne fűzni ezt a hegyi kecskedíjat is, hiszen egy nagyon-nagyon szép, ugyanakkor tényleg nagyon kemény táv lesz ez. Igen, itt a fő kihívás az, hogy egy darab hatalmas nagy domb van, amit így egy lendülettel kell teljesíteni, tehát van egy szakasz, amiben nagyon sok szintkülönbség van. Évek óta, illetve talán ez a második év, úgy rendezzük ezt a versenyt, hogy mondjuk a 20 kilométer nem egy nagy 20 kilométeres kört fut, és a 10 kilométer egy nagy 10 kilométeres kört, hanem szakaszonként, tehát 5 kilométeres távokban. Ez azt jelenti, hogy aki egyszer már végigfutott azon a hosszú dombon, akkor utána még mondjuk 20 kilométeren indulva még háromszor neki kell mennie az emelkedőnek. Tehát ez a kihívása ennek a versenynek. És a szépsége pedig az valóban festői, tehát szerintem Nyugat-Dunántúl egyik legszebb futóútvonala az, amit megtaláltunk, hogy ebben az időben tele lesz már virággal, tavaszi virággal, igazából már most is, tehát tényleg a léleknek is, nem csak a testnek. Miért pont a pinkaszurdok? Hát azért a pinkaszurdok, mert az nekünk kedvenc kiránduló útvonalunk volt, és egy futó, ha kirándul, akkor is fut fejben, és elképzeli, hogy milyen lenne ott futni, úgyhogy hát innen jött az ötlet. És hát igazából akkor ez a három állomásos sorozatnak lesz a zárófordulója, de hát az élet még itt nem fog megállni, és az igazán fontos idény még csak akkor kezdődik számotokra, illetve a versenyzőiteknek. Hát igen, ugye mi alapvetően tájfutók vagyunk, tehát ahogy befejezzük ezt a szezon, nekünk indul a versenyszezon, és egyből Szlovéniában fogunk kezdeni egy 5 napos versenyen. Méghozzá nem is akármilyen versenyen, hát fél Európa ott lesz, és nagyon-nagyon technikás verseny. Erre már nagyjából most elkezdünk nem csak fizikailag, hanem fejben is készülni, tehát komoly mentális felkészülés előzi meg ezt a versenyt, és aztán rá egy hétre kezdődik az OB-knak a szezonja is, tehát vannak terveink, van 3 válogatott aspiránsunk is, akik tényleg komoly tervekkel, meg viszonylag kemény alapozó munkával a hátuk mögött vágnak neki a szezonnak. Ezek a versenyzők egyébként ugyanúgy részt vesznek a versenyeken. Ezt csak így költőiként teszem föl, mert én adáson kívül pontosan tudom, hogy több versenyzők, a versenyek lebonyolításában, most a 3-as terepfutó versenyről beszélek, szervezőként, lebonyolítóként és résztvevőként is ott vannak. Mindenki. Tehát aki az egyik válogatott aspiránsunk a Facebook posztokat csinálja, aztán van egy olyan aspiránsunk, aki ott ül a számítógépnél, és mondja, hogy akkor 5-4-3-2-1 rajt, elrajtol a mezőny, ő ledobja a mikrofont, és utánunk szaladva megnyeri mondjuk a versenyt.
Tehát mindenki nyilván, tehát ez már nagyon régóta, kezdetektől nyilvánvaló, hogy itt dolgozni kell, tehát mindenki kiveszi a részét a munkából. Az egyesületnek a fő profiljába gondolom nincs akkor nagy változás, tehát nem létszámilag szeretnétek gyarapodni, hanem a minőségi munkára fektetek a hangsúlyt inkább. Az biztos, hogy létszámban nem fogunk tudni, és ez a mostani működés is eléggé így borotva élen táncol egy edzővel, ahol vannak felnőtt aspiránsok és kezdők, teljesen kezdők is, tehát egyértelmű. Hát évről évre nekünk újra és újra meg kell fogalmaznunk, hogy mi az, ami prioritás. Tehát van olyan, hogy azt mondjuk, hogy az utánpótlás nevelés, van, hogy azt mondjuk, hogy a versenyrendezés. Hát nagyjából ebben kiismerül. Tehát sok lehetőségünk ennyi emberrel, és egy alapból nem támogató sportágban nincsen, de minden évben újra és újra végig kell gondolnunk, hogy mi az, amire az erőinket összpontosítjuk. Viszont, hogy ezt úgy nézzük, hogy két barát, két kolléga összekacsintásából indult el ez az egész, és lépett a megvalósítás útjára, ahhoz képest nagyon-nagyon kinőtte magát az egyesület. Abszolút azt gondolom, hogy így van. Szerintem nagyon szép működési struktúránk van. Tehát azt gondolom, hogy bár nem sok egyesület működésébe látok bele, de ez a tervszerűség, és hogy rendszerben vannak a dolgok, és hogy demokratikusan döntünk, az szerintem nagyban meghatározza azt, hogy minőségiek a rendezéseink, és hogy fejlődünk lényegében. Azok a tehetséges versenyzők, akik köteléketekbe tartoznak, vagy éppen tartoztak, ők tovább tudnak majd fejlődni. Az nektek is egy büszkeség, egy dicsőség, hogy más egyesület színeiben, válogatott színeiben eredményekre halmoznak? Nem nagyon volt olyan, én nem emlékszem olyanra, aki eligazolt volna tőlünk. Tehát arra inkább van példa, hogy más egyesületekből így kapcsolódtak hozzánk, és aztán barátságból született az ötlet, hogy akkor ideigazolnak. Tehát most is vannak olyan tagjaink, akik Baranyában laknak, Somogyban, Budapesten, tehát akik soha nem is éltek Szombathelyen, de hozzánk kapcsolódnak. Most éppen egy olyan fiatal embert igazoltunk, aki Balatonfüred környékéről származik, de Dániában él, de most jelezte, hogy akkor szeretne, hogyha Magyarországon versenyez a mi színeinkben versenyezni, tehát nem is tudom, minek kellene történni ahhoz, hogy innen eligazoljanak emberek, tehát ez valahogy így, nem tudom. Akkor mi lehet ennek az egyesületnek akkor a titka, hogy ennyire összetartó egység van, és tényleg olyan emberek csatlakoznak hozzátok, akik lényegében lehet, hogy köszönő viszonyban nincsenek Szombathelyen mondjuk. Aha. Hát én szerintem nagyon szép szeretett erők dolgoznak ebben a klubban, ez az egyik. A másik pedig, erről is már beszéltem korábban, nem is tudom, mindegy is, hogy na, hová szeretnénk az idén elmenni? Tehát kinek mi a vágya, mi legyen? És akkor mi lenne, ha Montenegróba mennénk, mert ott még nem jártunk? És akkor mi télen azért dolgozunk, hogy elmehessünk Montenegróba. Tehát, hogy egy kicsit visszafelé működnek a dolgok olyan tekintetben, vagy olyan értelemben, hogy nincs lehetetlen, tehát nézzük meg, hogy mit szeretnénk, és akkor ahhoz mennyit kell dolgozni, hogy ez megvalósuljon. De ez abból a szempontból viszont kifizetődő, hogy rentábilis maradjon az egyesület, nem vállaltok felesleges plusz terheket, nem vágtok olyan fába a fejszét, ami mondjuk belecsorbulna, tehát próbáltok észszerűen határokon belül gondolkodni. Persze, természetes, tehát most már azért van egy nagy tapasztalat, meg rutin abban, hogy bizonyos projektekhez akkor költségvetést rendelni. Épp télen egyébként pont találkoztunk azzal, hogy tavaly elmentünk Portugáliába egy edzőtáborba, tehát ez is ritka szerintem, hogy egy ilyen sportágba egy 12 fős csapat eljut, és az idén végül is egy hasonló lépésre készültünk, ezt most leállítottuk észszerűségi okok miatt. Tehát azért az óvatosság meg
nem tudom, józanság ott van a működésünkben. Tehát nyilván azért ez határt szab a vágyainknak, de a másik oldalon meg nem is mondanak olyat a fiúk, ami teljesen elrugaszkodott lenne. És hajlandóak nagyon-nagyon sokat dolgozni érte. Ha viszont a tervszerűségről és a precíziós felépítésről beszélgetünk, akkor viszont el kell mondani azt is, hogy folyamatosan keresitek a lehetőséget, hogy merre tudtok nyitni. Hamarosan, illetőleg tervben van már egy ilyen üzleti, kapcsolati kiépítés, uh-huh. egy biznisz futás is. Uh-huh. Igen, Business Run a neve, meg ma már az időpontja is, és elindult az engedélyeztetés, és megy a híre, tehát a napokban kaptam egy olyan üzenetet, hogy akkor mit lehet róla tudni, még meg se hirdettük igazából, tehát még a honlap is kedden fog elindulni, mert hogy akkor lehetne a cégen belül. Tehát ennek meg az az esze, hogy kicsit kapcsolódva ahhoz, amit az elején mondtam, hogy kedvet csinálni olyan embereknek is a mozgáshoz, akiknek mondjuk ez nincs benne a mindennapjaikban. Tehát lehet, hogy könnyebb csatlakozni egy ilyen céges csapathoz, és akkor azt mondani, hogy jó, hát 2,5 kilométer, 3 hónap múlva az nem egy lehetetlen dolog, és akkor felkészülök rá, és álljunk össze, és képviseljük a céget. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy egy korszerű cégnél az jó lenne, ha prioritás lenne, hogy a dolgozók, tudom, hogy kicsit idealista elgondolás, de hogy éljenek egészséges életet, és sportoljanak, legyenek fittek egyik oldalról. A másik oldalról pedig az egy nagyon, nagyon jó csapatépítő dolog, hogyha nem csak az irodában kell egymás ellen vagy egymásért küzdeni, hanem van egy másik terep is, ahol ki lehet próbálni, hogy hogyan tudok a másikért, a másikkal együtt bármit csinálni, tevékenykedni, dolgozni, küzdeni, futni, nem tudom. És akkor talán ennek az első lépcsőfokát meg is tehetik a kedves érdeklődők a hétvégi pinkaszurdokbeli terepfutóversenyen. Így van. Juhász Juliának nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt és megosztott ezeket a gondolatokat velünk. További sok sikert és jó erőt, eredményeket kívánok. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, elérkezett műsoridőnk vége, így nem maradt más hátra, hogy megköszönjem kitüntető figyelmüket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten tartsa meg hűszokásokat. Találkozzunk egy hét múlva. Viszontlátásra!